A Révkomárom legyőzése után újabb szlovák vetélytárs várt a Vokban a kék-fehér-fehérvári csapatra. A Mijava is megnyerte első találkozóját, és a két győztes párharca izgalmas találkozót hozott. Az első szett szorosan alakult, de a hajrában fokozatosan ellépett ellenfelétől, a MÁV előre is biztosan nyert. A második játszma már kevésbé sikerült jól, de a kezdeti nehézségek után ezt is behúzta Loki, a szlovák extraliga 5. helyezettje ellen. A harmadik játszmára elfáradt a házigazda, amely végül a negyedik szettet behúzta, így 3-1-re verte a Mijavát. Az első két szettben nagyon jól működött az a kezdő hatos, amivel nekiálltunk a mérkőzésnek, viszont a harmadikra ez már csorbult, de nyilván a tegnapi meccsből kifolyólag, mert azért lejátszottak már tegnap is 4 szettet, viszont a negyedik szettben sikerült megtalálni azokat a játékosokat, akik ezt a plusz energiát szolgáltatták. Ez pont erről szól egy csapat, tehát ez működött ma, ez a csapat kohézió. A Röpisek ma délután 17 órától játsszák harmadik mérkőzésüket az eszéki Mok Mursza csapata ellen.